Összességében jó volt, tényleg nagyon jó a fogadtatás, tényleg nagyon elvisz engem a közönség, mint mindig. Nagyon-nagyon jó hangulatba teltem, meglepően könnyedebben ment, mint a reggeli. Remélem, hogy ez a lendület, meg ez a lelkesedés ki fog tartani a holnapi döntőre is. Meglátjuk. Ez az 52-3, feltételezem holnap jobb lesz? Hát valamivel mindenféleképpen jobbnak kell lennie. Hát az úgy nem illik, hogy a középdöntőben rosszat úszunk, mint a döntőben. Meglátjuk. Én sem tudom még. Más taktikával állsz majd a holnapi úszásodhoz, vagy nagyjából ugyanezt várhatjuk tőled? Teljesen más. Taktika kell egy elődöntőre, középdöntőre, döntőre. Ki fogom addig találni, Balázsra ki fogjuk találni, hogy mi a legoptimálisabb, ami jó eredményhez vezet. Igen, próbáltam kiadni mindent a végébe. Pontosan azt csináltam, amit Mátéval megbeszéltünk, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült azért. De most tényleg elfáradtam, de idei legjobb időmet úztam. Ezt az 1.54.79-et már úztam 4-szer, századra pontosan. Meg Bicó Bencének is ez egyébként az egyéni legjobb, úgyhogy ezzel van valami, hogy pécsiek ezt úszák. De örülök neki, és bízom abban, hogy tudok majd javítani. Maradt még benned? Mit várhatunk tőled a döntőben? Nem mondom, hogy szintén nem tudom. Majd ez attól függ, hogy hogyan tudok felkészülni regenerációba, meg ilyenekbe.